Mágori András a sajtótájékoztató elején leszögezte, a városrész jelenlegi képviselője remek munkát végzett, de van még tennivaló. Fontosnak tartja a csapadékvízelvezető rendszer rehabilitációját, a közvilágítás fejlesztését és a járdaprogram folytatását. Itt a mögöttünk látható játszótér nem túlságosan ellátott játszóelemekkel. Ezen sürgősen változtatni kell, mert a körzet tele van gyerekkel, hála a jó Istennek, a kormány hatásos intézkedéseinek is köszönhetően, és úgy gondolom, hogy ők is megérdemlik ugyanazt a színvonalat, amit a város más részeiben, vagy a belvárosban láthatunk, akár az én lakóhelyem közelében, a Petőfi Parkban. A képviselőjelölt ezen kívül tervezi egy kültéri fitnesspark létrehozását, a tanyák fejlesztését és a külterületi utak további rehabilitációját is. Nagyon sürgős felújításra szorulnak, és erre is ígéretet kaptam, hogy ez folytatódik, mert már van egy-két beruházás, de például, hogyha csak azt nézzük, hogy az Igási út hosszú útszakaszon egész jó, viszont a Bogárzói bekötő előtti pár kilométer az gépjárművel 10-15 km per órás sebességgel tehető meg maximum, hogy a kocsinak a kereke az karosszérián maradjon, tehát ez szintén nagyon sürgős. Mágori András szerint a turisztika területén nagyot fog Makó előre lépni, ezért ehhez kapcsolódóan többen megkeresték már a kettes körzetből is, hogy éttermet és panziót szeretnének létesíteni. A képviselőjelölt ebben mindenképpen segíteni szeretne, de kiemelte, bármikor bárki felkeresheti problémájával, kérdésével, kérésével, hiszen ezért is jelentkezett képviselőnek. Hozzátette, szerencsés, mert Farkas Éva Erzsébet polgármester és Lázár János országgyűlési képviselő támogatását is élvezheti.